Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Horn Gábor, a Republikon Intézet alapítója és vezetője. Szép jó reggelt jó kívánok! Reggel. Hát érdekes reggelre ébredtünk ma. Mi történik a magyar belpolitikába a helyhatósági választások után? Nem látom, hogy az emberek örülnének, mosolyognának. Igaz, reggel 2:30-kor nem sok embert láttam még az utcán, kivéve a bulizókat, akik hótrészegek voltak, ők meg nem ennek örültek. Szóval aztán nem is magyarok voltak, tehát nem biztos, hogy tudták az eredményt. Hát én azt gondolom, hogy azért egy nagyon nagy jelentőségű dolog történt. Ugye 2006 óta nem volt arra példa, hogy az ellenzéknek oka lett volna örülnie egy választásnak. Én szerintem lelkileg is egy fontos pont, és nem csak a politikusoknak, akik nyertek most, mondjuk Budapesten szinte letarolták a várost, és megnéztem még éjszaka, hogy az egyéni körzetekben is egy csomó olyan kerület van, ahol kizárólag egyéniben is az ellenzék nyert. Tehát egyetlen egy fideszes testület, ahol egyéni körzetben egyetlen, itt a 7. kerületben, ha jól emlékszem, kettő fideszes. A 12 körzetből kettőt nyertek meg. Tehát egyszerűen... Három képviselőjük lesz. Mert a listáról is bejutott egy, tehát de egyéni körzetekben, ami azt jelenti, hogy mert ott látszik leginkább a pártszavazás, hogy Budapest kifejezte azt a egyébként már az előző két választáson is látható akaratát, hogy nem kér a Fideszből. Tehát Budapest, és ebből a szempontból egyébként jogos Karácsonynak a tiszteleteljes megszólalásaiként ezt így kell Tarlós felé, mert Tarlós azért jobban szerepelt, mint a Fidesz ezen a választáson. Tehát ha összeadnánk a... És sportszerű volt, meggratulálni. Így van, tehát azért Tarlós minden mufurtsága, meg hogyha egyéb, hogy mondjam, számomra nem szimpatikus viselkedése. És akkor most nyugdíjban vagy? Hát igen, 71 éves, ez nem probléma az ő esetében. De azt gondolom, hogy ha másképp nézzük, akkor pedig Budapest, a 21. századi Budapest inkább egy Karácsony típusú emberről szól, mint Tarlósról, tehát azért ez egy sokszínű, izgalmas, a másságot befogadó, a modern 21. századi Európát leképező város. Egy ilyen Demszki-szerű főpolgármester lesz? Azt hiszem, hogy nem, mert a Demszkinek 21. Századi... Annak volt egy múltja, tehát a Demszki azért egészen más, mert a Demszkit ugye azért tudott 20 évig főpolgármester lenni, mert Demszki Gáborra tényleg mindenki úgy nézett, mint aki a rendszerváltás egy emblematikus figurája. Tehát ugyanúgy, mint Orbán és csapatára. Igen, van, tehát ott volt egy másik történet. Karácsonynál ez nincs, egy fiatal ember, ő nem élte már ezeket meg. Ő az a típusú ember, akiről ma én azt gondolnám, ha le kéne rajzolnom, hogy kit gondolok, hogy egy 2 milliós közép-európai főváros vezetője legyen, erősen zöldnek kell lennie, hiszen ez a gondolat nagyon itt van, nagyon együtt élünk vele, nagyon nagy probléma, kell valamit kezdenie, nyitottnak kell lennie, befogadónak kell lennie, inkább baloldalinak, mint konzervatívnak. Budapest inkább egy Karácsonyra hasonlít, mint egy Tarlósra, és ez is benne van, miközben persze azért legalább ennyire benne van ez az egész Borka ügy is ebbe a történetbe, hogy egyszerűen azt mondják az emberek, és nem a Borkainak ez a magánügyi, mégis szexuális része. Mégis kimagaslóan győzött a saját városában. Hát nem kimagaslóan győzött, hanem azt hiszem 2%-kal, tehát 46-44-re, tehát nem kimagaslóan győzött. Ezek után, hogy mindenki feltételezte, hogy senki nem fog rá szavazni. Egyszerűen valószínűleg ott az a jelenség zajlott le, hogy a mi kutyánk kölyke, hogy nem hagyjuk, csak azért sem hagyjuk. Tehát, én nem hiszem, hogy egyébként olyan sokáig polgármester maradna Borkai. Tehát én azt gondolom, hogy... Érdemelj elismerésen el, azt gondolom, hogy itt majd lesz valami. Hát az, ugye szegény Borkai az miközben megnyerte Győrt, ő miatta... Első van vidéken, mert azt gondolom, hogy ez a vidéki, nagyvárosi győzelmek, sőt kisvárosi, hiszen itt a környéken, Szentendre, Érd soha nem volt egy baloldali fellegvár, egyébként egy volt liberális barátom, Csőzik Laci nyert, aki, tehát van egy SZDSZ-es múltú polgármester, és egyébként több is van, de most mindegy, vagy ott van Vitinkov Tamás, akinek ugye
Szintén, ugye azt mondhatnánk, hogy hasonló története volt, mint a Borkainak, de egészen más. Mert Ritnikov 73%-kal nyert, az egyik legfölényesebb győzelme. Ő rendelt egy szolgáltatást, és nem gondolt, hogy ez benne van a happy endben. Sok így is lehet, de nincs mögötte ez a mindenki számomra a Borka ügyben, ami gyomorforgató, az a hálózat, ami itt működik. Az a, hogy tényleg azt csinálunk, amit akarunk. Tényleg úgy szövet, szóval egy szövevényes, átláthatatlan hálózat, ami még ezt is meg, akik ja, még ezt is meg. Nincsen konkrétan bizonyítva, ezt feltételezik sokan. Hát én magam is ezek közé tartozom, akik számára. Majd a bíróságra egyedül megy nekünk keresen, időnk sem pénzünk. Na minden esetre azt gondolom, hogy mától új helyzet van, piszok nehéz helyzet. Be lesz ez az ellenzék, mert az egyik legnehezebb feladat, hogy együtt kell működnie. Ugye olyan embereknek, akiknek azért láttuk rajtuk az elmúlt 9 évben, hogy ez nem lett könnyen. Most ugye sikerült ez, szerintem ebben szerepe van, egy kicsit a saját mundérunkat is dicsérjem az előválasztásnak. Tehát az, hogy Budapesten ilyen nagy arányú győzelem volt, az annak biztos köszönhető, hogy Karácsony január óta kampányüzemmódban van, 2 előválasztáson is részt kellett vennie. Nem volt Budapesten olyan választó, aki ne tudta volna, hát azért hogy igen, csak a végére érzett rá az ízére, azért elég göröngyös volt. De talán ez is kellett ahhoz, hogy ő odaérjen, ahova oda kell érni. Elképesztő munkát fektetek. Milyen lesz az élete neki? Mindazokkal, mert az, hogy ez a francia saláta összeáll, de mi a biztosíték, hogy ez egyben marad, és nem kezdődik most majd el a székháború? Hát szerintem a politikai racionalitás az egyetlen. Tehát, hogyha ezek az emberek akarnak még valamit, akkor most... Tehát, hogy fog-e adni egy főtanácsadói széket a liberálisoknak, ott van a DK-nak Kálmán Olgája, és itt sorolhatnám... Ez egy nagy... Nagy játszva. Várják a beteljesedést. Az a kérdés, hogy van-e önmegtartóztatása. Itt mindenki a saját jövőjével játszik. Már nem nagyon lehet rossz döntéseket hozni. Hát mert mindenki már az országgyűlési választásokra igen, készül. Igen, de azért pont a lengyel példa, ugye Lengyelországban is választás volt a hétvégén, mutatja, hogy az az ellenzék, ami az Európai Uniós választásra össze tudott fogni, és 1-2% ponttal maradt le a konzervatív Kaczynski féle pártól, az most szétesve jelentős vereséget darabokra húzva. Tehát Kaczynski akár koalíció nélkül igen, is kormány is tudhat alakítani. Kormányozni, hát még nem láttuk a végeredményt, tehát még azért ugye csak ott még változhat a helyzet, de közel áll ahhoz, tehát jobban szerepelt néhány képviselővel többen lesznek, mint voltak. Azt gondolom tehát, hogy egyszerűen tudomásul kell venni ennek az ellenzéknek, hogy egymásra vannak utalva. Ha ezt nem látják be, és megint egymással kezdenek el foglalkozni, ahelyett, hogy mondjuk Budapesttel, mondjuk Egerrel, mondjuk Miskolccal, stb. De Gábor, akkor letegezem, hogy ez még közvetlen, ugyan már, hát nem ma kezdte a politikát. Ez egy annyira összetett csapat, tulajdonképpen az LMP, és sorolhatnám, akik összefogtak, valami nagyon erős kovász kell legyen, ami összetartsa őket. Hát mert őket szerintem ma reggeltől, mondjuk ez nagyon érdekli, hogy fizetés, meg szék, meg biztos jövő legyen, de már elkezdenek dolgozni az országgyűlési választásokon, hisz, ha most nem kezdenek hát, ha most nem kezdenek el, akkor... Hát bízunk benne, hogy így van, és nem azon kezdenek el dolgozni, pusztán, hogy kinek mekkora jut ebből egyébként nem olyan hatalmas nagy falatból, hiszen azért ezek az önkormányzatok kellően kilettek esetre. Hát ennek a Budapestnek a költségvetése kevesebb, mint fele, mint 2010-ben volt. Elvették az iskolarendszert, az egészségügyi hálózat jelentős részét, a szociális hálózatot, a fejlesztési forrásokat. Hát aki akarnak cseszni velük, akkor visszaadják neki, aztán csinálnak azért olyan, ez nem olyan egyszerű, mert azért a helyi közösségek mindig jobb gazdái voltak ezeknek az intézményeknek, mint az állam. Főleg, hogyha van rá pénz, van a költségvetés. Még pénz nélkül is jobb gazdája. Mert azt gondolom, hogy ha csak ugyanennyi pénz van erre a rendszerre, akkor is jobb gazda a helyi az a közösség. Baj, hogy én nagyon sokat szeretnék még erről beszélni, és fogunk, de a múlt héten meghalt egy olyan ember, amit mindketten nagyon sokra tartottunk. Egy pedagógus, aki alapjával véve jogot végzett, és akitől lehetett tanulni, hogy társadalmat, illetve gyereket nevelni. Mit tud nekem mondani Vekerdiről? Hát nagyon nehezen szólalok meg Vekerdi Tamásra.
barátom volt, és miután most már nem tudja ezt megcáfolni, hogy ezért visszaélek ezzel a lehetőséggel, de nem hiszem, hogy azt mondani, hogy nem így volt. Nagyon-nagyon sok időt töltöttünk együtt. Tamással való találkozásra nekem mindig olyan volt egy kicsit, mintha egy más világba kerültem volna, mintha egy ilyen igazi, egy olyan polgári világba, amit én csak az álmaimban tudok elképzelni, hogy van. Tényleg egészen másképp gondolkodott. Honnét hozta ő ezt a világot? Hát a családjából részben, meg részben azt gondolom, hogy magából. Tehát ő tényleg egy polihisztor volt. Tehát ő nem csak egy pedagógus volt, nem csak egy fantasztikus gyerekpszichológus volt, ő író volt, fantasztikusan jó könyvei vannak, tényleg. Drámákat írt, színészkedett is. Tehát egy igazi humán értelmiségé volt minden szempontból. Ha ő megérte volna, annyira drukkolt, hogy ez a legalább Budapesten bekövetkezzen ez a változás, ezt elmondani nem tudom. Hát ő ugye ezt nem tudta megélni, és mindig lehetett a Tamásra számítani. Nem volt olyan, hogy ne lehesse, ha megkérte az ember valamire, hogy nem mondta volna azt, hogy jó, ebben a pillanatban nem, de holnap majd meg tudjuk oldani. Elmegyek veled közösen. Tucatjával voltunk közös rendezvényeken, jártuk az országot már a 90-es, sőt a 80-as évek végétől. Ugye dőltek az emberek nem rám, hanem rá. Én ugye csak az előzenekar voltam. Ugye, ezeken a pedagógusoknak tartott beszélgetéseken, fórumokon, konferenciákon, és mindig elképesztően szórakoztató volt. És tényleg az ember, én, aki azért egy pedagógus családban nőttem fel, 4 gyerekes, tehát 3 testvérrel, sok mindent tudok a pedagógiáról, mégis amikor az otthoni konfliktusainkban időnként egymásnak esünk, vagy nem tudunk a gyerekkel mit kezdeni, akkor a Vekerdihez nyúlunk vissza, hogy te, nem baj. A gyerekekben akkor is lesz valami, hogyha nem az lesz belőle, amit mi gondolunk, hogy lennie kell. Tehát egyszerűen egy csodálatos ember volt a Tamás, és nagyon nagy gyönyörű benne, hogy ő megismerte mondani, amit gondolt, meg leismerte írni. És egy igazi következetes liberális volt. Vekerdinél liberálisabb fickót keveset ismerek, most ezek halnak sorban, ugye Konrád, Rajk, Heller. De nem azért halnak, mert más a kormány összetétele, ne. Hanem a biológia. Azért halnak, mert egyszerűen megöregettünk. Egy generáció sajnos, jön, generáció igen, megy, sajnos, és hogyha arra gondolunk, hogy amikor... Bármint Rajk Lacira ez kevésé. Igen, de ha arra gondolunk, hogy amikor ön 20 éves volt, mert most vissza magázódunk a példakedvér, akkor mit gondolt azokról a 40-esekről, akik még itt voltak akkor? Ma viszont nem akarok csúnyán beszélni, de azt gondoltam, igen. Hogy vén emberek, így van. És ha én ma 67 évesen azt mondom, hogy én mit gondoltam 20 évesen a 40 évesekről, akkor elszégyellem magam, és azt mondom, hogy na, gyorsan elhúzok. Ez igaz, de azért ezeket az embereket 20 évesen is csodáltuk. Mert ők már 20 évesen ismertek nyilatkozni. Ők akkor 40 évesek voltak, de csodálatos emberek voltak, és fantasztikus, példaértékűek voltak. Fantasztikus könyveket írtak nekünk, nagyon hiányozni fog. Szólni ismertek, nem csak igen, írni. Igen. Ez igaz a Konrádra is, igaz a Vekerdire is, igaz a Rajkra is. Akár még a Hellerre is, mert fiatal korában én nagyon szerettem őt. Hát a Heller azért egy kicsit más, mert ő nem itt élte meg azt az időt, amit mi itt együtt megéltünk, tehát nekem Heller Ágnes ez ebben az értelemben is egy kicsit más a viszonyom. De az, hogy nem le... Vekerdi fél évente fölhívott engem, hogy menjünk el kávézni, mert érdekelt a politika. Fantasztikus, hogy az ember azt gondolná, még hogy... Mégsem változott meg benne. Mert hogy ő azt gondolta, hogy neki megvan a dolga ebben a világban, tehát ez... De borzasztóan érdekel. Vagy ő tudta, hogy ő jobb ennek a világnak, ha ez... Azt gondolom, igen, hát és ez így is volt, hogy hát szerintem annyit tanítani szülőket, mint amennyit a Tamás a Nőklapja című világlapnak a belső rovatában ez a levelezési rovat, valószínűleg nincs a Földön, ugye? Tulajdonképpen ő Magyarországon a Waldorf iskola megteremtője volt? Abszolút. Vagy elősegítője? Abszolút, nem, hát az atya volt ennek. Ő egy igazi elkötelezett híve volt ennek az egész Waldorf projektnek. Hozzákötődik az, hogy a Waldorf tanárképzés van Magyarországon. Tehát nem egyszerűen csak vannak Waldorf iskolák, hanem főiskolai szinten képeznek ehhez saját maguknak tanárokat, ami egy nagyon nagy dolog, mert sokszor az eszközrendszer nincs a kezünkben. A Vekerdi tudta, hogy eszközökkel kell rendelkezni. Tudnunk kell, hogy mi van. Tudnunk kell, hogy a mesevilága, a szabadnevelés, a játék, hogy ezek mind-mind mennyit jelentenek, és meg kell tanítani a tanárokat erre.
amikor mi a legszorosabb munkakapcsolatban voltunk, ő akkor egy tanár továbbképző intézetben, amit mi hoztunk létre még a 90-es évek közepén, ott volt a... Amikor azt mondja, hogy mi akkor az SZDSZ-re gondol. Az SZDSZ így van, bocsánat, igen, tehát az SZDSZ így van, az SZDSZ oktatási tárca hozott létre, akkor a Tamás volt az alternatív pedagógiáknak a felelőse, és pontosan tudta azt, pedig ugye ő elvileg egy ilyen szétszórt pszichológus, ugye, aki nem feltétlenül, de egy rendszerben tudott elképesztően jól dolgozni, tudta összehozni azokat, akiket össze kell. Egy Winkler Mártát, volt olyan, csak abba hagyom, mert mi közösen vezettünk a Soros Alapítvány oktatási programját is, és volt egy olyan kis kuratórium, ahol a Vekerdi, Winkler és jó magam voltam benne hárman, és ezeket a személyközpontú iskolai alternatívákat próbáltuk meg elérni és finanszírozni. Érdekes, fantasztikus beszélgetések voltak. Kedves nézőim, emlékeztünk, örömködött a vendégem, emlékeztünk egy igaz emberre, és itt folytatjuk legközelebb. Az elmúlt szűk 15 percben Hor Gábort, a Republikon Intézet alapítóját és működtetőjét láttuk, hallottuk, és akkor most következik a Szocialista Párt egyik legszínesebb tagja. Meglepetés, majd mindjárt látják ki ő. Tartsanak velünk!